Színes változatos gyermekprogramokkal pótolta a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ a viharos szél miatt a nemzeti ünnepen elmaradt családi programokat. A fürdősori épületben és környékén kézműves foglalkozások, népi gyermekjátékok, hagyományőrző huszárok és honvédtüzérek bemutatói várták szombaton a közönséget. Mindent szerettünk volna ide áthozni, amit március 15-ére terveztünk, de sajnos a szél elfújt. Úgyhogy itt vannak a fehérvári huszárok, akik lovagoltatnak, hogyha igénylik az emberek, megnézhetik a huszár egyenruhákat az érdeklődők. Az első András király lovagrend pedig tüzérségi kiállítást, tüzérségi bemutatót tervez. Ezen kívül a március 15-i kézműves foglalkozásokat is megtartjuk, lehet lovacskát, csákót, pártát, vagy nemzeti színű karkötőt is készíteni. Természetesen méltóan a március 15-i ünnephez olyan játékokat is megismerhettek a gyermekek a töpörtyüktől a nagyocskákig, amelyek gondolatiságukban kapcsolódtak a forradalom eszverendszeréhez. A gyermekjátékok tekintetében is szerettük volna, hogyha ez a hagyományőrző, illetve a nemzeti megjelenésű játékok jelennek meg nálunk is, illetve a népi, hagyományőrző, magvakkal, mindenféle régi edényekkel való játék az, ami még lehetséges ezen a napon itt. A gyermekes szülők számára igazi kikapcsolódást nyújtott a kötetlen program kavalkád, amit mosolygós arcok erősítettek meg a napsütéses márciusban.